Az év legjobb sportolói díjazták ma a Megyeházán. Négy kategóriában is elismerést vehettek át a cegvédiek. Hamarosan erről is szó lesz, de előtte nézzük további híreinket röviden. URH-s rádiókat ajándékozott a Bedei Polgárőr Egyesületnek a Cegvédi Rádiósport Egyesület. Több mint másfél tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a hét elején tartott jótékonysági sportnapon. És 1 millió forint gyűlt össze tegnap a Várkonyi István Általános Iskola által. A Cegvédi Városi Televízió pénteki híradóját látják. Jó estét kívánok! Átadták ma a megye legjobb sportolóinak járó kitüntetéseket. Négy kategóriában is vehetett át cegvédi sportoló vagy egyesület díjat. Az év legjobb Pest megyei sportolója női utánpótlás kategóriában Őszbas Szofi lett. Az általános iskolai korosztályban harmadik lett Keszthelyi Luca, az év legjobb Pest megyei csapata felnőtt kategóriában a CEG csapata lett, a speciális kategóriában pedig a legeredményesebbnek és legjobbnak Melkei Ádámot választotta a közgyűlés. Pest megye közgyűlése évek óta megrendezi az úgynevezett sportkarácsonyt, ahol az adott esztendő legeredményesebb versenyzőit, edzőit köszöntik. A díjátadás előtt a közgyűlés elnöke Szabó István mondott köszönetet a sportolóknak és az edzőknek, akik minden akadályt leküzdve dolgoznak az eredményekért. Egy héttel ezelőtt Pest megye éves ünnepségén a megye napon néhány szó esett arról, hogy milyen fontos szerepet játszott Magyarország sikereiben két alapvető tulajdonság. Két olyan vonás, ami annyira jellemző a magyarokra. Az egyik az újjászületés képessége, a másik képességünk pedig az építő ember kitartó, türelmes munkája, fogalmazott köszöntőjében a megyei közgyűlés elnöke. Nézzenek szétett falak között, amit egy közös akarat épített fel a reformkorban. Itt a bizonyíték arra, hogy milyen nagyszerű kor volt az, amikor az építő emberek kezükbe vették a nemzet sorsát, és olyan terveket fogadott el a közösség ebben a teremben, amire korábban gondolni sem mertek. Emlékezünk az újrakezdésre és az építő nemzetékre. És emlékezünk arra is, hogy ez a kor azért hagyott ránk ilyen nagyszerű örökséget, mert elődeink nem anyagi erőben, kövekben és fizikai mértékben mérték az értéket, hanem az emberben. És soha egyetlen alkalommal nem mondták azt, hogy befejeztem, csak azt, hogy megtettünk egy újabb lépést, folytatta az elnök. Bárki, aki a sportban eredményeket ért el, aki éveken keresztül küzdött azért, hogy előre lépjen, jól tudja, hogy milyen érzés minden egyes napra úgy tekinteni, mint egy lehetőségre, hogy megtegyünk egy újabb lépést. És milyen rendkívüli, különleges teljesítmény, ha valaki ilyen emberek között is képes arra, hogy a legjobb legyen. Az ilyen emberek változtatják meg a világot. Ezért döntött úgy Pest megye közgyűlése, hogy 2017-ben Pest megye díszpolgárává választ egy olyan embert, aki sportban elért sikereivel, emberségével és kitartó munkájával a legjobbak között is a legjobb volt. Ezért döntött úgy minden vita és kérdés nélkül valamennyi képviselő, hogy Pest megye díszpolgára Cseh László olimpikon és világbajnok sportoló. Ma viszont a megye többi kiváló sportolóját is díjazták. Az év legjobb Pest megyei sportolója női utánpótlás kategóriában Őszbas Szofi lett. Az általános iskolai korosztályban harmadik lett Keszthelyi Luca. Az év legjobb Pest megyei csapata felnőtt kategóriában a CEG csapata lett. A speciális kategóriában pedig a legeredményesebbnek és legjobbnak Velkei Ádámot választotta a közgyűlés. URH-s rádiókat ajándékozott a Bedei Polgárőr Egyesületnek a Cegvédi Rádiósport Egyesület. Az önkormányzat által nyert pályázati pénzből vették a készülékeket, amelyekkel gyorsabb és hatékonyabb lehet a kommunikáció, ha például eltűnt szemét keresnek, vagy a katasztrófa védelemnek kell segítség. Együttműködési megállapodást írt alá a Cegvédi Rádiósport Egyesület és a Bedei Polgárőrség, hogy honnan indult a közös kapcsolat, arról Tannhofer Ferenc beszélt. Járásban működik egy ceglédi járási mentőcsoport, amit Gerje névre kereszteltek el. Ezen keresztül találkoztunk a ceglédi Bede Polgárőr Egyesülettel a tavalyi évben, és hát közös gyakorlaton vettünk részt. A közös gyakorlat során megtapasztalták, hogy szükség van a kommunikáció fejlesztésére. Tartozik még egy úgynevezett füles nevű
dolog, ami a csendes vagy a zajos környezetben való kommunikációt könnyíti meg. A minél hatékonyabb, gyorsabb információ átadás érdekében 6 darab URH rádiót szereztek be. Ezek az URH rádiók a Szeglédi Önkormányzatnak a pályázati pénzéből kerülnek bevetésre vagy alkalmazásra, és ezt a munka hatékonyabb, gyorsabb, jobb és fontosabb elvégzése érdekében a Ceglédi Bedeport Egyesületnek átadjuk. A Bedei Polgárőr Egyesület elnöke örömmel vette át a rádiókat. Mint Gigor István mondta, eddig saját telefonjaikat használták a polgárőrök a szolgálat közbeni kommunikáció során. Ez egy kicsit a polgárőrtársaimnak megterhelő volt anyagilag, ugye, mert az Egyesület csak 3 telefont tart fent. Ez egy nagyon nagy segítség lesz, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy a katasztrófa védelemmel és a ceglédi rádiósokkal ilyen közelebbi kapcsolatba kerülünk ezáltal. Az URH rádiók óriási segítséget nyújtanak majd egy-egy veszélyhelyzetben, fogalmazott a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. A katasztrófavédelmi szempontból akkor van ennek nagy jelentősége, amikor egy-egy olyan feladat, olyan speciális feladat, az lehet akár személykeresés, lehet akár egy forgalom elterelés, vagy egy veszélyes anyag szabadba jutása, ahol a szabad területen levő kommunikációk időnként nehézkesek is lehetnek. A Rádiósport Egyesület és a polgárőrök együttműködési megállapodásában szerepel, hogy közösen vesznek részt városi és országos pályázatokon. Több mint 1,5 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a hét elején tartott jótékonysági sportnapon. A szurkolók és a csapatok is csomagokkal érkeztek, amit a Magyar Vöröskereszt és a Ceglédi Családsegítő Szolgálat juttat el a rászorulóknak. A gálán több mint 200 sportoló lépett pályára. A CEG kosarasai, a Ceglédi KKS-e kézisei, a CVS-e focistái, a Ceglédi Kékcápák kézisei és a CKE kosarasai alkották azt a több mint 200 fős csoportot, akik 10 látványos mérkőzésen szórakoztatták a közel 700 fős nézősereget a Gál József sportcsarnokban. A szervezők köszönik a sportolóknak a részvételt, a leadott adományokért pedig köszönet a nézőknek, akik közül senki sem jött üres kézzel, de hálásak a sportegyesületeknek is a plusz élelmiszer csomagokért. Az összefogás eredménye tehát 1,6 tonna tartós élelmiszer, melyet az előző évekhez hasonlóan a ceglédi hajléktalanoknak és a nélkülöző ceglédi családoknak küldenek el a Vöröskereszten és a Családsegítő Szolgálaton keresztül. Nélkülöző családoknak és gyermekeiknek készült meglepetéssel az MSZP helyi szervezetének nőtagozata. Ajándékcsomagokat adtak át a piciknek és szüleiknek, nem is akárhogyan, hiszen a Mikulás nagy zsákjában hozta a finomságokat. A jótékonysági rendezvényre ellátogatott Gurmai Zita is, az MSZP nőszervezetének elnöke, aki bemutatott egy új mozgalmat. Gyerek hangzengte be tegnap az MSZP helyi szervezetének irodáját. A kicsik izgatottan várták a Mikulást és a meglepetéseket. Aki szeretett volna, külön is oda mehetett a télapóhoz, és egy verssel vagy énekkel kedveskedhetett neki. A jótékonysági délutánt az MSZP helyi szervezetének nőtagozata évek óta sikeresen megszervezi a nélkülöző családok legnagyobb örömére, mondta Fehér István elnök. Olyan családokat hívtunk ide, akik tagjai becsületesek, a szülők szorgalmasak, és ennek ellenére a nagy család nevelését vállalják, és mi nem azt mondom, hogy külön válogatjuk a rosszabb meg a jobb embereket, mert a gyerek esetében sajnos ez nem így van. De azt tapasztaljuk, hogy Cegléden és az egész környezetünkben nagyon sok olyan kisgyerek van, akinek most, hogy csalni az arcára egy ilyen rendezvényel, ez egy boldog és felemelő érzés. De nem csak karácsony előtt, évközben is szívesen segítettek a szerény körülmények között élőknek, hangsúlyozta az elnök. Tegnap dr. Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője is megajándékozta a gyerekeket, de a rendezvényre ellátogatott Gurmai Zita is. Az MSZP országos elnökségének a tagja, valamint a párt nőszervezetének elnöke egy új, a Nők a Változásért elnevezésű mozgalmat mutatott be. Egyre több a szegény, 10-ből 4 ember szegény Magyarországon, 10-ből 7 ember változást akar, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a változás bekövetkezzen, ahhoz a nőknek pontosan meg kell érteniük, hogy miért van erre szükség. Egy pink színű sálat kötünk a nyakunkba, kiállunk az utcákra, terekre élő tilalomfaként.
Rengeteg a kettészakadt család, hiszen a gyerekek már nem akarnak az országban tanulni és itt élni, hangsúlyozta az elnök. A nőknek persze azért a legrosszabb, mert ezt az országot ma már nem Magyarországnak, hanem Macsóországnak hívják, ahol egyszerűen nincsen meg a tisztelet, a megbecsülés a nők iránt, miközben a nők még mindig sokkal kevesebbet keresnek, pedig szerintem sokkal többet érnek, úgyhogy erről fogunk beszélni itt is, ahogy ezt tettük már egy tucatnyi településen. Gurmai Zita arról is beszélt, hogy mindig szeret Ceglédre jönni a helyi MSZP szervezetéhez, hiszen sok munkát fektetnek abba, hogy segítsék a nélkülözőket. 1 millió forint gyűlt össze tegnap a Várkonyi István általános iskola árverésén. Diákok, pedagógusok és szülők alkotásai kerültek kalapács alá a kamarateremben, amikre ceglédi vállalkozók licitálhattak. Az összeget az iskola felújítására fordítják majd. Eddig még nem látott rendhagyó estet szervezett a Várkonyi István általános iskola és az intézményben működő alapítvány. Festményeket, rajzokat, karácsonyi díszeket, fazekas munkákat árvereztek a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Ez egy első jótékonysági árverés, amely nem titkolt, hogy hagyományteremtő szándékkal szeretnénk megszervezni. Az itt befolyt összeget az alapítvány javára kívánjuk fordítani, amit természetesen visszaforgatunk az iskolás gyermekeknek, illetve maga az iskolára is felújításra szánjuk. Egészen pontosan célként jelöltük meg, hogy a Rákóczi úti épületnek az auláját korszerűsítjük, illetve egy picit a berendezését igyekszünk cserélni vagy bővíteni. Még őszi szünet előtt írtak ki egy alkotói pályázatot, melyben lelkes diákok, pedagógusok, illetve szülők vettek részt. Azzal a szándékkal gondoltuk végig ezt a mai estét, hogy adjunk mi is. Úgy gondoltuk, hogy ez a környezet, maga ez a lehetőség, az a tisztelet, amit mi tudunk adni, hogy megköszönjük a kedves partnereinknek azt, hogy bennünket támogattak. Természetesen továbbra is várjuk azt, hogy támogassanak bennünket, és erre azt gondoltuk ki, hogy egy ilyen aukció egy megfelelő lehetőség. Az árverés ötlete az iskola javára az országgyűlési képviselő tetszését is elnyerte. Olyan nagyon jó dolognak tartom, és talán én nem is emlékszem, pedig elég sok évet eltöltöttem a pályán pedagógusként, egy kicsit igazgatóként is, hogy egy intézmény alapítványa, intézmény vezérkarával karöltve egy ilyen árveréses estét hoz össze. De az esten részt vett Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója is. Azt gondolom, hogy igazgató úr és akik ezt kitalálták, egy remek ötlet találtak elő, hogy úgy kérnek, hogy adnak, hogy úgy adnak, hogy kapnak. Ez egy új formája, azt gondolom, legalábbis ebben a körben mindenképpen az adományszerzésnek és a takaró hosszabbításának. Az árverés nagyon sikeres volt. Az összes kép és tárgy elkelt. A ceglédi vállalkozók összesen 1 millió forint értékben vásároltak műalkotásokat. Az iskola támogatói számára finom vacsorával és zenés műsorral kedveskedtek a szervezők. Híradónk végén pedig szíves figyelmükbe ajánlom a ceglédi advent programjait. Holnap folytatódik az adventi hangversenysorozat, és persze a Szabadság téren is sok program vár önökre, találkozunk ott is. Ezek voltak legfrissebb híreink, friss híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is nagyon szép adventi hétvégét, viszontlátásra!